Ma van pontosan 75 éve, illetve a 75. évfordulója annak, hogy megalakult az Észak-Atlanti Szerződés szervezete, vagyis a NATO. És Bugnyár Zoltán kollégánk Brüsszelben a szervezet központjában ott van egy szigorúan őrzött objektumban. Szia Zoli jó reggelt, kívánok! Mi történik most pontosan, hol tart a ceremónia? Jó reggelt kívánok, szervusz, Eszter, igen, ahogy mondtad, pontosan 75 éve 1949 április 4-én alakult meg a NATO, ekkor 12 tagállam részvételével ugye aláírták Washington az alapító okiratot, amit egyébként két nappal ezelőtt ide szállítottak a brüsszeli főhadiszállásra, itt vagyunk egyébként a sajtóközpontban, a brüsszeli központban. Ugye az első bővülése 52-ben került sor, akkor Görögország, illetve Törökország csatlakozott, és a legutóbbira pedig 32. tagállamként Svédország egy hónappal ezelőtt. Éppen most beszél itt mögöttem, talán a monitoron látható Jens Stoltenberg NATO főtitkár percek ezelőtt kezdődött meg a ceremónia, amelyen megünneplik ezt a 75. évfordulót a belga légierő, illetve a holland haditengerészet rezes bandájának bevonulásával zenéjével. Hamarosan beszélni fog egyébként Szijjártó Péter, magyar külgazdaság és külügyminiszter is, hiszen Magyarország is jubileumot ünnepe 25 évvel ezelőtt csatlakoztunk a nato -hoz. Forduló egyébként egybeesik a NATO külügyminiszterek kétnapos csúcs találkozójában. Meg tudod nekünk mondani, Zoli, hogy az első napon, tehát a mai napon pontosan mi várható? Igen, ez ma már a második nap. Tegnap már ugye találkoztak a NATO külügyminiszterei, ma pedig kibővül majd ez a találkozó egy NATO, illetve Ukrán kétoldalú tárgyalással, illetve a Csendes-óceáni térség országainak külügyminiszterei is itt lesznek. Tegnap Jens Stoltenberg a NATO főtitkára arról beszélt, hogy új alapokra kell helyezni az ukrajna, ukrajna támogatását, itt elsősorban a, a fegyver szállítások koordinálását terveznék meg, illetve a katonák kiképzését. Erről döntés nem született, viszont nyáron a washingtoni csúcs találkozón ez megtörténhet. Nagyjából egyetértenek ebben a NATO külügyminiszterek, NATO tagországok. Magyarország nem Szijjártó Péter tegnap arról beszélt, hogy ezzel a koordinációval egy vörös vonalat lépne át a NATO semmiképpen sem szeretné Magyarország, hogyha ez megtörténne. Illetve hát arról is beszélt, hogy nagyon kevés ember itt sajnos a NATO-ban a békéről, ez a szó nem nagyon hangzik el. Szijjártó Péter egyébként arról is beszélt, hogy mit ad Magyarország a nato hogy azon, hát most már többségbe kerültek azok az országok az elmúlt egy-két évben, akik teljesítik a 200%-os GDP arányos NATO költés, Magyarország ebben a kétharmadban van, illetve azt is már öt éve teljesíti Magyarország, hogy nagy fejlesztésekre költi, 20%-át ennek a, ezeknek a kiadásoknak. Szijjártó Péter ezen kívül arról is beszélt, hogy Kelet Közép-Kelet-Európából Közép még nem volt NATO főtitkár, ugye most napi van az új főtitkár keresése. Ugye a befutó, az úgy tűnik, hogy Mark Rutte, holland miniszterelnök, lehet a legtöbb tagászország ezt támogatja, ugyanakkor Magyarország nem, hiszen azt mondta az miniszterelnök, hogy. Magyarországot térdre kell kényszeríteni. Szerinte jó lenne, hogyha egy kelet-európai főtitkár lenne, méghozzá Klaus Joannis személyében, aki szintén jelöltként szerepel, egy kompromisszumos megoldásként ő jó lenne a magyar álláspont szerint a NATO főtitkári pozícióra. Zoli, nagyon szépen köszönjük neked, hogy összefoglaltad ezeket, és természetesen be fogunk majd számolni, hogyha még fontosabb dolgok lesznek. Köszönjük szépen még egyszer!